Ez a hosszúra nyúlt nap, illetve éjszaka jelentősen átalakította a magyar politika térképét. Az, hogy ennek milyen mélyebb, pontosabb okai vannak, és hogy milyen következményei lesznek, erről nyilván sokat fogunk beszélni a következő napokban és hetekben, mi magunk is, akik a választókhoz fordultunk támogatásért, bizalomért, a felhatalmazásért, hogy képviseljük őket. Minden bizonnyal egy picike új fejezet kezdődik a magyar politika történetében, hogy aztán ez a fejezet, ez mennyiben lesz más, mint az előzőek, és milyen hosszú lesz, azt még nem tudjuk. Az nagyjából világos, ha a kép egészét nézzük, hogy a magyar politika szociáldemokrata baloldali centruma mostantól kezdve szinte kizárólagosan annál a szövetségnél van, amelyet mi képviselünk, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, illetve a zöld gondolkodást, programot ebben a szövetségben hozó Párbeszéd zöldeknél. Mi vigyázni fogunk erre a szövetségre, és vigyázni fogunk erre a gondolatra. Azt gondoljuk, hogy jobb életet Magyarországon teremteni szociáldemokrata politikával lehet, és azt fogjuk tenni, ami a dolgunk, meggyőzni sokakat arról, hogy közös érdekünk, hogy ezt a politikát érvényesítsük és támogassuk. Az önkormányzati választáson, ha DK személyét veszek fel, akkor azt mondhatom, hogy lényegesen több polgármesterünk, sokkal több képviselőnk lesz. Ennek akár örülhetnénk is. Minden esetre köszönjük azoknak, akik sokat tettek azért, hogy Magyarország meghatározó szociáldemokrata pártjának ilyen önkormányzati képviselete legyen. Nagy Kanizsa mostantól kezdve DK-hoz kötődő polgármester irányításával működik, de igaz ez Pápára is. Szolnokon, mint megyejogú városban mégiscsak baloldali polgármester lesz, és gondolom, hogy kollégáim mondanak még jó néhány település nevet, ahol az látszik, hogy az emberek ilyen irányú változást akartak. Budapesten azok a polgármesterek kerületekben, akik nem titkolt módon, mi több nem egyszer büszkén és határozottan álltak ki mindamellett, amit képviselünk, megtartották megbízásukat, megtartották azt a bizalmat, amely eddigi munkájuk alapja is volt. Gratulálok nekik is, és azoknak a képviselőknek, akik a többségével tovább fogják végezni a munkájukat. Kár lenne nem megjegyezni, hogy nyilván van csalódásra okot adó tényező is ma este, ami bennünket illeti, mi szövetségünket illeti. Kevesebb európai parlamenti képviselőnk lesz, mint amit szerettünk volna. De egy dolog világos, hogy az az európai gondolat, amit képviselünk, az nem változik, azt a kevesebb képviselő ugyanaz a határozottsággal is képviselni fogja. Köszönöm szépen!